Karácsony közelettével egyre többen jótékonykodnak. Van, akik önkéntes munkával segítenek, de sokan inkább ajándékokkal vagy pénzbeli támogatással. Nem árt azonban körültekintően adakozni a csalók az év utolsó hónapját is megpróbálják kihasználni. December 1-én kapcsolták fel a fényeket a Kossuth téren. Azóta várja a helyieket és a turistákat egyaránt a karácsonyi forgatag Nyíregyházán. A fenyőfa hagyományosan a takarékpalota előtt díszíti a Kossuth teret, amelyet egy kertvárosi család ajándékozott a városnak. A közel 16 méter magas, 40 éves lucfenyőt több mint 2000 méter hosszú fényfűzér, világító csillagok és aranyszínű gömbök dekorálják. A fenyő mellett az ünnepekhez kapcsolódó építmények, a Mikulás ház és a Betlehemi jászol található. Megújult dekorációval a színpad a tavalyi évhez hasonlóan a polgármesteri hivatal főbejárata előtt van felállítva. A hagyományokhoz híven a színpad és a Kossuth szobor között kap helyet az adventi koszorú a Kossuth téren 20 vendéglátó, illetve ajándékárus kínálja portékáit. A tér kávézói az idei évben is részesei a forgatagnak fűtött teraszaikkal. Idén tovább bővült a vásár területe, a Samassa József térrel és a Dózsa György utcával, itt ugyanis további tízárus árus kínálja portékáit. Az adventi időszakban a vásárokban és a boltokban is jelentősen megnövekszik a forgalom. Nagy a zsúfoltság munkaidő után és esténként, valamint hétvégén. Így a zsebtolvajok számára is ez lehet a legalkalmasabb időszak arra, hogy bűncselekményt kövessenek el. A bűnmegelőzés érdekében a vásárlás időszakában fokozott figyelmet fordít a rendőrség a nagyobb bevásárlóközpontok, valamint a forgatagok helyszínére. Ezeket a helyeket egyen és civil ruhás rendőrök egyaránt járják. Vendégem a témával kapcsolatban a 35 perc stúdiójában a szabolcs már bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője, dr. Kovács Attila, köszöntöm. Köszönöm. A felvezetőben is elhangzott, hogy a zsebtolvajokkal a azokon a területeken, ahol ugye elég sok ember megfordul, egymáshoz érünk olykor. Nagyon vigyázni kell, pedig hát ugye a legtöbb ember a magánál tartott pénzt saját maga szeretné elkölteni, és ugye nem mások ötleteire bízni. Az, hogy az ilyen forgatagokban, vagy az ilyen vásárok alkalmával, zsebtolvajok jelennek meg. Ezt lehet valamilyen szinten az időmúlásával lecsökkenteni az ő hatékonyságukat idézőjelbetévet fel lehet úgy hívni a figyelmét a városlakóknak, akik ott vásárolni szeretnének, hogy erre fokozottan tudjanak figyelni? Én azt gondolom, hogy igen egyébként, hiszen ha megnézik a regisztrált bűncselekmények számát, és azon belül a vagyonelni és akár a mód módszerével elkövetett bűncselekményeket, akkor egyértelműen egy csökkenő tendencia ontat ki. Na most azt, hogy ez mennyire bűnmegelődésnek köszönhető, azt már nehezebb lenne megmutatni, de egyébként teljesen függetlenül mindentől nekünk úgy a kötelességünk felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy mit tehetnek annak érdekében, hogy senki ne váljon ilyen típusú bűncselekmény áldozatává. Én azt gondolom, lakosság részéről egyfajta tudatosság van, nem csak ebben a bűncselekmény kategóriában, hanem hogy általánosságban észrevehető, hogy, hogy sokkal jobban odafigyelnek az értéktárgyaikra, egy kicsit talán egymásra is, ha lehet ezt mondani, és ez, ez kimutatható statisztikai adatokban is. Úgyhogy a zsebtolvajlás Összességében nyilván az ilyen forgalmas bevásárlóközpontokban az év ezen időszakában gyakrabban fordul elő, de igazából kirívó tendenciáról nem lehet beszámolni, bár én mindig azt szoktam mondani, hogy egyetlen egy bűncselekmény is sok. Nyilván az ünnepi időszakok, vagy amikor általános az ajándékozási kedv és a roham, akkor nyilván erre ugyanúgy figyelni kell valóban az év más időszakában is. Melyek azok a területek még, amire ön így az ünnep közelettével felhívná mindenképpen a kedves nézők figyelmét? Hát ha már a bajnani bűncselekményekről beszélünk, akkor meg kell a gépkocsi feltöréseket. Uh, nyilvánvalóan általában az emberek jelentős része gépkocsival közlekedik a bevásárlóközpont megközelítése érdekében. Zsúfoltak a parkolók, sokszor úgy parkolnak le, hogy hát nem teljesen szabályosan, nem kivilágított területen, és az igazából a probléma abból adódik, hogy sok érték tárgyat hagynak a, a utas térben, ami észlelhető, észrevehető, és nyilván lehetőséget teremt arra, hogy ezért valaki feltűnj a gépkocsit. ez egyik kategória, ami ő, 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 sorba jöhet. Számítás szempontjából a másik pedig, ugye, amit beszéltünk a túl azon egyébként a bevásárlókocsival közlekedve tologatva az áruházban, sokszor ott hagyják a táskát, kabátot, amiben vagy mobiltelefon, vagy pénztárca, vagy más értéktárgy található meg, és nyilvánvalóan lehetőség van arra, hogy ezt eltulajdonítsák. Alapvetően ezek a problémák, illetve hát nyilvánvalóan manapság már a vásárlás az nem csak ilyen fizikai térben zajlik, hanem online területen is, és időről időre, ez egyébként az év más időszakában is előfordul, hogy a interneten történő vásárlások során ugye felmerülnek csalások, nem azt kapják, nem olyat kapnak, vagy nem azt a minőség kapják meg, vagy egyáltalán nem kapnak meg a vásárlók, mint amit szerettek volna. Hát nyilvánvalóan ezt ki lehet küszöbölni sok óvintézkedéssel, de a legegyszerűbb egyébként az, hogy először is biztonságos weboldalról kell vásárolni, Hogyha lehetőség van rá, érdemes megnézni azt, hogy aki éppen a terméket árosítja, és most nem boltokra gondolok konkrétan, hanem mondjuk, ha magánszemély árosít bármit, akkor a kommenteket, hogy érdemes-e tőle vásárolni, vagy nem, volt-e már korábban panasz bejelentve kapcsolatban, vagy sem. A másik kérdéskörre ehhez kapcsolatban pedig az egyértelműen az, hogy a maga a rendezése az anyagiaknak, tehát előre ne utaljunk sosem. A másik, ami szintén ehhez kapcsolódik, hogy ha pedig készpénzzel történik a vásárlás, a rendelés követően, akkor törekedjünk arra, hogy először győződjünk meg arról, hogy a csomagküldő szolgált által kiszállított termék az benne van-e, amit szeretnénk volna a dobozban, és az van-e benne, és csak utána rendezzük a számlát. Bár tudom, hogy ezt azért a csomagküldő gyakran nem szívesen fogadják, de törekedjünk rá, hogy ezt, ezt a fajta prevenciós intézkedés ki valósítsa meg. Igen, a, a bevásárlókocsikban, vagy fél helyen hagyott ö, ö, táskák jó esetben pénztárcát is tartalmaznak, bár a pénztárcák az utóbbi időben sok esetben készpénzt nem. Ugye ott vannak a bankkártyák, és ö, arra azért mindenképpen figyelni kell, hogyha nagy összegben nem is lehet mondjuk egy szám, egy sor nélkül vásárolni, de azért egy ideig el. Lehet keresgélni ajándékokat másnak a bankkártyájával. Az, hogy közeledik az ünnep, ez önöknek megjelenésben, munkában, Mennyiben jelent többlet ez, lehetősége? ez elég komoly háttérmunka van a rendőrség részéről. Országosan is, nem csak a megyei főkapitányság és a városi kapitányság vonatkozásában mondom ezt. De különböző fontosabb időszakok vannak az évben. Az évvégi ünnepek az egy kiemelt időszak a rendőrség életében. Erre külön készülünk, külön feladattervek készülnek megyei szinten, országos szinten is. Van egyfajta prevenciós tevékenység értelmszerűen, de konkrét rendőri feladat is van már olyan értelemben, hogy egyenruhás kollégák nem csak a közlekedés biztonsági részét, hanem összességében a közbiztonsági részét is kezelik, illetve hajtanak végre feladatokat. És nyilván ki kell emelni egyébként a bűnügyi állományt, akik kooperatív jelleggel, civil ruhában végzik ezt a munkát, úgyhogy őket nem is észlelik egyébként a lakosok. Én azt gondolom, hogy elég jó eredménnyel dolgozunk, hiszen évről évre, ahogy mondtam, csökken a regisztrált bűncselekmények száma, és Ezekben az időszakokban sincs kirívó bűncselekmény, vagy kirívó bűncselekmény sorozat, és hát én bízom benne, hogy ez most is, is ebben az évben is így lesz majd. A karácsony közelettével van egy van egy olyan fogalom, amit napi szinten is nagyon sokszor hallunk már, főleg ahogy közeledik maga az ünnep, az adományszó és az adománygyűjtés. Valószínű, hogy a rendőrségnek itt is szükség van a felvilágosító munkájára, hiszen Bejegyzett szervezetek hosszú évek óta végzik ezt a karitatív tevékenységet, de nem biztos, hogy mindenki, aki gyűjt, az, az, az valamely rászoruló szervezet vagy családok számára teszi ezt. Igen, itt több jogszabály is van a háttérben, ami ezt szabályozza, amit ki kell emelni, hogy a közterületen történő adománygyűjtés, ahhoz közterület használati engedély kell. Tehát azt az önkormányzatot kell kérni. Akinek nincs ilyen engedélye, főszabály szerint a közterület felügyelők ezekkel a személyekkel szemben fellépnek. Ami nagyon fontos még, hogy az adománygyűjtésnek mindenképpen önkéntesnek kell lenni. Tehát olyan nincs, hogy valakinek rá hogy adjon adományt. És zaklató jelleg is sem lehet. És fontos elhatárolni azt, hogy ha egyszer megkérdezi az adománygyűjtő, hogy szándékozik valaki adományt adni, vagy sem, és arra nemleges válasz jön, akkor a következő ugyanilyen jellegű már zaklató jellegnek minősül. Tehát ez nagyon fontos. Az adománygyűjtést végző szervek, vagy személyek mindenképpen ö, egyrészt közölni kell azt, hogy most ők adománygyűjtenek milyen célból, és hogy kit képviselnek beazonosítható módon. Ez nagyon fontos. És tudnia kell magát igazolni ezeknek a személyeknek, hogy ők ezekhez a szervezetekhez tartoznak. Ö, Közterületen is lehet adománygyűjteni, de nyilvánvalóan magánlakásban is történhet az, hogy becsengetnek és adománygyűjtést azt szeretnének végrehajtani. Ugye a magánlakásba a lakás tulajdonosának az engedély nélkül nem lehet bemenni. Alapvetően felhívna a rendőrség a figyelmet mindenkinek arra, hogy adománygyűjtés címén készpénzt, ha egy mód van rá, senki ne adjon. Kérjen egy folyószámlaszámot, nyilván érdemes megnézni, hogy akkor most ez az a szervezet vagy sem, kérjenek csekket, de ha lehetőség van rá, készpénzt ne adjanak. Ez, ez a közteleten történő adománygyűjtésre is igaz, és persze a magánlakások előtt történő adománygyűjtésre, de nagyon fontos a magánlakás téma, hogy ne engedjük be inkább, ha lehetőség van rá ezeket a személyeket, be kell zárni az ajtót, ha ha mégis akar adni készpénzt, és meggyőztem, és igazolta magát, hogy ő az a szerz tartozik, akkor be kell zárni az ajtót addig, amíg magához veszi azt az általa szánt összeget, és, és, azután menjen vissza, és adja át ezt, a, ezt az összeget. De, de, összességében mi a készpénzes adománygyűjtést igazából rendőri szempontból nem támogatjuk. A Nyíregyháza belvárosában főterén valóban tehát helyszíni adománygyűjtőkkel is Gyakran lehet találkozni, és az év egyéb időszakaiban sok esetben beteg gyermekeket segítő szervezetek számára gyűjtenek. Kérdezem én, hogy ez, ez, ez egy jellemző dolog, hogy esetleg nem valós szervezetek számára teszik ezt, hiszen ha járőrök is mennek arra, vagy történik egy igazoltatás, akkor ez bizonyára azonnal kiderül. Szerencsére nem jellemző. Mi megyünk, mert egyébként sem jellemző ez a fajta tevékenység, és ahogy tetszett fogalmazni, valóban a járőrszolgált folyamatosan jelen van, és kiszűrik egyébként nyilvánvalóvá vált, hogy valaki nem azt a tevékenységet végzi, nem engedélye, mert egy köztelet is dolgozik egyébként. Tehát nem jellemző bűncselekmény típus ez. Igazából, ami az adománygyűjtéshez kapcsolódik, de nem az nyilván a kódulás szabásérdés, ami szóba jöhet, hiszen ott is egyfajta kérek van szó, de fontos megemlíteni egyébként, hogyha a kódolást végző személy mondjuk leül egy padra és kiteszi maga elé a poharat, hogy aki amit szánt tegye bele, az például nem kódolás szabásért. És akkor kódolás szabásért is, hogyha megszólít valakit és kér tőle pénzt, az már akkor annak minősül. De ez a fajta típusú bűncselekmény, ami egyébként csalás már az adománygyűjtés címén színlet tevékenység, az, az megyénkben szerencsére nem jellemző. Itt nyiregyházás sem, a kisebb városokban meg aztán végképp nem. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm.